magyar mezőgazdaság a biztos magyar jövő alapja. Láthattuk az idei évet, több megpróbáltatást tartogatott a mezőgazdaság számára és a mezőgazdasággal foglalkozók számára, hiszen az évszázad aszályán van talán túl az ország, illetve láthattuk azt, hogy az input anyagok is az egekbe emelkedtek az áruk szerint, illetve hát láthatjuk, hogy egyre kevesebb gazdálkodó bírja a megemelkedett energiaárakat, éppen ezért ez olyan kilátástalanságot okoz, amelyet nagyon sok gazdálkodó nem fog tudni, vagy csak nagyon nehezen átvészelni. A Mi Hazánk Mozgalom 2 évvel ezelőtt is már arra hívta fel a figyelmet a Virradat programba, hogy a magyar jövő alapja az az önellátás, önfenntartás. Éppen ezért nem értjük, hogy a kormányzat miért késlekedett 12 év, közel kétharmados kormányzással, és miért nem tett már megelőző intézkedéseket, miért nem épített ki egy olyan nemzetgazdaságot, ami az egész ország biztos fennmaradását eredményezné. A Mi Hazánk Mozgalom mezőgazdasági kabinetjének a csapata egy javaslatcsomaggal készül, melyet a mezőgazdasági bizottság tagjaként az agrárminiszter úr asztalára szeretnék lerakni, remélve, hogy a bajban nem a pártpolitikai különbözőségeket nézzük, hanem a megoldást próbáljuk közösen megkeresni, és reméljük, hogy ezekből a javaslatokból meg is fognak valósítani bizonyos pontokat, hiszen mi nem a nagy gazdaságokban hiszünk, mi nem abban hiszünk, hogyha valakik 1000 hektárokat művelnek monokulturális módon, hanem mi azt szeretnénk, hogyha a családi gazdaságok erősödnének, és már azok a meglévő családi gazdaságok, amik már megvannak, fennmaradnának, illetve újak is keletkeznének, és újak is jönnének létre. Ehhez természetesen olyan kedvező környezetet, olyan kedvező viszonyokat kell teremteni, ami vonzóvá teszi ezt az ágazatot a mezőgazdaságban és a fiatalok körében is.